Színházban újabb elismeréseket adtak át az egészségügyben dolgozó szakembereknek. Cél a fiatalok helyben maradása, felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást a BSC. Azok a csabai nyarak, gazdag a kulturális kínálat a Munkácsi negyed szívében. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Újabb mérföldkőhöz ért a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő. A mostani beruházás részeként a kivitelezők felújították a védőnői részlegen a padló és falburkolatot, emellett kicserélték a belső nyílászárókat. A beltérben a lámpákat ledesre cserélték, valamint egy új liftet is elhelyeztek az épületben. A szakrendelőben az elmúlt években több fejlesztést is végrehajtottak. Felkerült egy napelemrendszer, külső szigetelést kapott az épület, valamint a kivitelezők kicserélték a nyílászárókat. A mostani beruházás mintegy 300 millió forint hazai forrásból történt. A várospolgármestere fontosnak tartotta a korszerűsítést, hiszen a központban nem csak a Békésen élőket, hanem a járásban lakókat is ellátják. Több lépcsőben zajlik az épület felújítása, ennek az mostani lépésnek pedig egy olyan belső komfort szint emelése lett az eredmény, amely úgy gondolom, hogy minden egyes beteg számára nagyon jelentős. És ez azért is jó, mert nem csak békési lakosokról kell beszélnünk, hisz a teljes járást látjuk vendégül, hogy így mondjam, ebben a szakellátóban, és igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani. A csütörtöki épületbejáráson azt is ismertették, hogy a kivitelezők a szakellátóban kiépítettek egy légtechnológiai rendszert is, ami ezentúl biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a várokban is. A térség országgyűlési képviselője szerint nagy szükség volt erre a beruházásra. Egy nagyon-nagyon fontos fejlesztés valósulhatott meg, hiszen a Békési Rendelőintézet újult meg, immár többedik üteme ennek a felújításnak. Hál' Istennek korábban is voltak olyan fejlesztések, amik a rendelőintézetet érintették. Most egy energetikai felújítás zajlott, ahol klímaberendezés lett beépítve, energiatakarékos világítás lett kialakítva, ami szolgálja a rendelőintézetet. Az intézmény saját forrásból is hajtott végre fejlesztéseket. 2020-ban 20 millió forintból újította fel az informatikai rendszert, korszerű diagnosztikai eszközöket vásárolt, 3,3 millió forintból pedig lecserélte a várótermi padokat. A jövőbeni tervek között szerepel az épület belső falainak újrafestése és a hidegburkolat cseréje is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés megyei szervezetének elnöksége 2020-ban határozott arról, hogy a kimagasló egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozóknak és szakdolgozói közösségeknek díjakat, kitüntetéseket és elismeréseket adományozzon. Ebben az évben úgy döntött az elnökség, hogy önálló ünnepségen adja át az elismeréseket a Békés Csabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamara termében. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés megyei szervezete gondozásában rendezték meg a csütörtök délutáni Semmelweis napi díjátadó ünnepséget. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke köszöntötte a jelenlévő szakembereket. Dr. Balogh Zoltán beszédében hangsúlyozta, hogy az egészségügyi szakmában fontos az elhivatottság, a szakma iránt érzett szeretet és a fejlődni akarás. Az érzületet pedig az a lelkület, ami a szívből jön és az érzelemből jön, hiszen az a területen csak úgy lehet empatikusan a beteg és a hozzátartozók érzéseibe átélni, beleélni magunkat, hogyha tudjuk, hogy mire számíthatnak, és tudjuk ebben őket segíteni. Ez az elmúlt 2,5 év időszaka jelentette azt, hogy sokszor az egészségügyben foglalkozók, az orvosok és a szakdolgozók, akiket mi is képviselünk, sokszor családot, hozzátartozót pótoltak. Idén Békés megye kiváló szakdolgozói közössége díjban részesült a Pándi Kálmán tagkórház radiológiai osztálya. Hrabovszki Pálné, az osztályvezető asszisztense úgy fogalmazott, hogy munkaköréhez elengedhetetlen az empátia a páciensek felé. Emellett fontos az állandó fejlődés és tanulás, hiszen az emberek egészségéért felelnek. Nálunk is a radiológia területén pont ugyanazok a
tulajdonságok kellenek a személyzet részére, mint az egészségügy bármely területén. Az asszisztenseknek empátiával kell rendelkeznie, tisztelni, szeretnie kell a betegeket, és mindig a beteg érdekét kell szem előtt tartani. Azt gondolom, hogyha egy asszisztens vagy egy ápolónő is így gondolkodik, akkor olyan nagy baj nem lehet. Békés megye alapellátásáért díjat vehetett át többek között Kulikné Komáromi Katalin gyógyszerellátási szakasszisztens, aki nagy örömmel fogadta az elismerést. Nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el, és nagyon megtisztelő, hogy így elismerik a munkámat. 36 éve dolgozom a Réti Pál Kórház gyógyszertárában, és úgy gondolom, hogy ez méltó beteljesülése ennek az időszaknak. A díjátadón több mint 20 elismerést osztottak ki. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés megyei szervezetének felkérésére a Jókai Színház művészei adtak műsort az ünnepségen. Újabb együttműködési megállapodást írt alá a Békés Csabai Szakképzési Centrum péntek délelőtt. A Csabai Intézménynek és a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának közös célja, hogy segítse a fiatalok helyben maradását. A Békés Csabai Szakképzési Centrum folyamatosan együttműködik a helyi általános iskolákkal, más középiskolákkal, a képzőhelyekkel, valamint a felsőoktatási intézményekkel is. A szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, hogy ha folytatni szeretnék a technikusi vagy az okleveles technikusi képzést, akkor a felsőoktatással való kapcsolatokat is szorosabbra kell fűzni. A szakképzés élvonalát kívánjuk képviselni. Ez jellemzően az a tudás, amelyet technikusi szinten vagy okleveles technikusi szinten különösen jól lehet értelmezni. És hogyha a technikus és okleveles technikusi szinten ezt próbáljuk képviselni, akkor a felsőoktatással való együttműködésünk az nem kérdés, hisz itt a diákok egy jelentős része a legjobb egyetemeken folytatja a tanulmányait. Van olyan képzésünk, ahol 93% fölött van a végzettek száma, aki felsőoktatásban találja meg a boldogulását és a jövőjét. A Szegedi Tudományegyetem mérnöki kara számos olyan képzéssel rendelkezik, amely a szakképzési centrum tagintézményeiben is jelen van. Az egyetem a duális képzés részeként több mint 60 partnervállalattal dolgozik együtt. A most kötött megállapodás részeként gyakorlati helyeket biztosítanak majd, valamint 30 kreditpont elszámolására is lehetőséget kínálnak. Hát ez sem kizárt, hogy onnan jönnek oktatók, ugye felsőoktatásban oktatók vannak. Ez sem kizárt persze, az, hogy gyakorlati helyeket tudunk-e ajánlani, azt természetesen igen. Gépészmérnök képzést, mechatronikai mérnök képzést, most már ipari termék és formatervező képzést is csinálunk Szegeden, és a duális képzésben már 7 évvel indultunk, több mint 60 partnervállalatunk van, akik várják a fiatalokat. Az együttműködés célja az is, hogy egy olyan életpályát mutassanak a 8-os diákoknak és szüleiknek, ami alapján lehetőség nyílik az elhelyezkedésre ebben a régióban is. Csütörtökön nyílt meg a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központban az a tárlat, melyet szociálisan hátrányos helyzetben élők alkotásaiból állítottak össze. A szervezők célja az volt, hogy minél többen megismerjék a rejtett tehetségeket. A Szent Lázár Alapítvány munkatársai azt vallják, hogy a segítségnyújtás egyik formája, ha gondozottjaikat sikerül bekapcsolni a kulturális életbe. A szervezet pszichiátriai betegekkel és megváltozott munkaképességűekkel is foglalkozik a mindennapokban. Az alapítvány igazgatója elmondta, hogy az ellátottjai között is többen vannak olyanok, akik valamiben tehetségesek. Így indult el a kiállítás szervezése. Gyakorlatilag innen jött az ötlet, hiszen voltak nekünk is olyan ellátottjaink, akik jól rajzoltak, vagy éppen verseket írtak, hogy mi lenne, hogyha egy megyei szintre emelt rendezvényel segítenénk a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek a társadalmi beilleszkedését. A megnyitót a Nyíri Lajos Tánc Sportegyesület latin tánc összeállítása színesítette. Kis Dániel Sándor a legszebb világ csendéletért elismerő oklevelet szeretném átadni. A műsort követően a tárlat képeinek díjazása, majd megtekintése következett.
Az alkotásukat Diószegi Eszter békési grafikus művész értékelte. A szervezők nem szerettek volna rangsorolást az alkotások között, ezért mindenki egy oklevelet kapott. Ami a mostani kiállítást illeti, ugye az oklevelekre csak pozitív jelzőket szerettem volna, hogy felkerüljön. Nyilván ezek mögött, a képek mögött nem ismerem az alkotókat, csak a benyomásomra tudtam hagyatkozni, amikor ezeket a jelzőket én felirattam az oklevelekre. Nyilván ez egy nagyon összetett, sokrétű, sok technikával készült kiállítás. A kiállításon a rajzok mellett faragott kép, hímzett terítő, festmény és fotó is látható. A tárlat augusztus 21-ig tekinthető meg a Kulturális Központban az intézmény nyitvatartási idejében. Negyedik alkalommal rendezi meg pályaorientációs nyári táborát a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A foglalkozások célja, hogy az 5., 6. és 7. osztályos tanulók betekintést nyerjenek különböző szakmák, foglalkozások világába, ezzel is megkönnyítve a pályaválasztásukat. Csütörtök délután a Békés Csabai Média Centrumban egy 20 fős diákcsapat tett látogatást. A csoportot elsőként a cég főszerkesztő helyettese köszöntötte a szerkesztőség tárgyalójában, majd bemutatta a médiacentrum mindennapi munkáját. A 4 turnusban zajló táborban az a cél, hogy a diákok minél több tapasztalatot gyűjtsenek, így ezen a héten többek között a riporteri, újságírói szakmát is megismerhették. Megkeressük a jelentkezőket és megkérdezzük, hogy milyen szakmákkal, milyen szakemberekkel szeretnének megismerkedni, és azt már mi szervezzük meg, hogy a szakembereket hívjuk be, például a táborba, vagy mi visszük ki a gyerekeket egy olyan céghez, olyan vállalkozáshoz, ahol meg tudnak ismerkedni az adott szakmával. A táborban minden héten 20 fő a maximális létszám, a résztvevők főként 7. osztályosok, akik szeretnének tájékozódni, hogy a későbbiekben könnyebben tudjanak szakmát választani. Most megyek majd 8., és nem nagyon volt még ötletem, hogy hova szeretnék tovább menni, viszont ez a tábor nagyon sokszínű programokkal rendelkezik, és nagyon tetszik, hogy most már úgy kicsit összeállt a kép a fejemben. És vannak ötleteim. A gyerekek a tévézés leglátványosabb oldalával, a műsorvezetéssel is megismerkedhettek. A tanulók a szituációs gyakorlatok részeként, riporterként is kipróbálhatták magukat. Próbálok bennmaradni, beltéri programokat keresni. Ezt követően a diákok betekintést nyerhettek a vezérlőben és a vágóban zajló munkába is. Őszintén kimondottan nem tudnék olyan dolgot kiemelni, ami úgy talán a legjobban tetszett. Minden olyan dolog, ahol eddig voltunk, minden olyan hely, amit eddig meglátogattunk, nagyon tetszett, mert tényleg olyan helyekre visznek minket, ahol nem minden nap tudok megfordulni. A mai napon ez a médiavilág, ez kimondottan lenyűgözött, mert egyébként valamely szinten egyébként érdekel is a téma. A médiacentrumhoz már számos alkalommal látogattak diákok, a cég pedig a jövőben is nyitott minden hasonló kezdeményezésre. Számos koncerttel és kulturális programmal folytatódik a június elejétől futó csabai nyár. A szervezők a kulturális eseménysor részeként több helyszínen is várják majd az érdeklődőket a következő hetekben. A Csabagyöngye Kulturális Központ szervezésében zajló, szinte az egész további nyarat lefedő, szertágazó rendezvény programjai ingyenesek lesznek. Varga Tamás alpolgármester úgy fogalmazott, már egy évtizedes hagyomány, hogy a nyári időszakban változatos programokat kínáljanak a városközpontban a kultúra szerelmeseinek. Sokan töltik itthon a nyarat, sokan vannak lakókörnyezetünkben, és ők, nekik bizony ezek a programok élményt adnak az előző évek tapasztalata alapján, és idén is megpróbáltuk egy picit magasabbra tenni a lécet. A már mai nappal lezáruló városházi esték esetében a látogatói, nézői visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy ez sikerült. A Csabagyöngye munkatársai által rendezett nyári programsorozat július 1-én kezdődött a Munkácsi negyed szívében. A következő hetekben nem csak a Csabagyöngye stégen, de a főtéren is lesznek koncertek. A július 14-ével kezdődő hétvégén többek között a Neoton Família sztárjai és az Airi Mafia is fellépnek majd.
azt a tervet, mi szerint a lehető legszélesebb korosztálynak szeretnénk programokat nyújtani. Ez úgy tűnik, hogy sikerül most elérni. És a másik nagyon fontos dolog, ami ehhez tartozik, hogy amellett, hogy országos hírű zenekarokat is elhívunk, esetleg az ország teljesen más szegmenséből származó, de még nem teljesen ismert zenekarokat is meghívunk. Ezek mellett a helyi, nagyon színvonalas előadókat is igyekszünk felléptetni. A Kulturális Központ igazgatóhelyettese kiemelte, a nyári események sorában nem csak a könnyű és komoly zenei koncertek, de színházi előadások és filmvetítések is helyet kaptak. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!